Tisztelt képviselőt, köszönöm szépen mindenkinek a rendkívül testületülésen való megjelenést. És a türelmet is. Kis technikai malőr van, de majd el fogom mondani a testületülésen értelemszerűen, hogy miről szól a történet. Köszöntöm a meghívott vendégeinket és érdeklődőket is. Megkérnék mindenkit, hogy a képviselőt határozott képessége megállapítása érdekében nyomja meg az igen gombot. Megállapítom, a képviselőtestület 12 tagjából 10 fő jelen van, 2 fő igazoltan van, távozó és határozatképes. Tisztelt képviselőtestület, napirendi pontok elfogadása fog következni. Itt szeretném kérni, hogy a 2-es napirendi pontot, ami miatt végül is összehívtuk az egész testületülést, vagy a legfontosabb lett volna ebből, vegyük le a napirendi pontok közül, hiszen egy technikai malőr jött a közbeszerzési eljárásba, hiánypótlás volt benne, és ennek a moratóriuma nem járt le, jövő héten fog lejárni kedden, szerdán, úgyhogy későbbi időpontra kell tenni az erről szóló döntéshozatalt. Értelemszerűen az 1-es napirendi pont is a 2-esről is szól, hiszen a pénzügyi feltételeket is teljesítenünk az 1-esnek az elfogadásához, hogy ez biztosítva legyen részünkről. Ugye mi a technikai malőr pontosan itt arról szól, hogy a közbeszerzésen belül van egy köztes bírálbizottsági döntés, amikor eredményesnek és érvényesnek nyilvánítják, de még nem döntenek az összes többi háttérről, és ugye utána a végső döntés, amit előkészítenek a testületnek, és közben pedig mindenféle hiánypótlás igazolása benyújtására 5 napot még lehetővé kell tenni a pályázó cégeknek. Ez a moratórium kimaradt, a hiánypótlásra való felszólítás a tegnapi nap folyamán ment ki a bírálbizottság részéről, így most az 5 nap jövő héten kedden, szerdán fog lejárni, tehát a leghamarabbi testületülés vagy döntéshozatal ebben törvényileg jövő héten szerdán lehetne, tehát várható, hogy jövő héten dönteni is fogunk ebben, hogy el tudjuk indulni lehető leghamarabb a munkátok ezzel kapcsolatban, ha a testület esetlegesen úgy fog dönteni. Feltételes döntés pedig nem lehet hozni ezzel kapcsolatban, tehát nincs olyan, hogy azt mondjuk, hogy a testület elfogadja csak azért, hogy haladjon a munka, és utána majd, ha minden érvényes lesz, akkor aláírom a szerződést, nem a törvény értelmében. Újra össze kell hívni, nézszerinti szavazás van közbeszerzés kapcsán, tehát csak össze kell hívnunk még egy rendkívüli ülést. Rossz hírem a testület irányában, hogy lesz még egy rendkívüli ülés a jövő heti után, hogyha lesz a jövő heti, még 2-3 hét múlva döntenünk kell a kitüntető címekről, és döntenünk kell majd a Kisten Jóvoda közbeszerzésével a kapcsolatban is. Ez körülbelül akkor fog járni, augusztus első hete, július utolsó hete, augusztus első hetére datálható ennek az időpontja. Úgyhogy kérném a testületeket, hogy erre majd készüljenek már, hogy a határozatképesség meglegyen. Értelemszerűen majd egyeztetni fogunk mindenkivel, hogy amennyire lehetséges tudjanak eljönni a testületülésre, de figyelembe vesszük a többieknek az időpontjait is, hogy lehetőség szerint el tudjanak jönni a rendkívüli testületi ülésre. Így már is mondtam a napirendi pontok elfogadása előtt, hogy kérném szépen a 2-es napirendi pont levételét a napirendi pontok közül, az összes többinek pedig a számozása értelemszerűen egyel változik, a 2-es kihagyásával a 3-asból 2-es, 4-esből 3-as lesz, és így tovább. Egyebek napirendi pontok felvételére nincs lehetőség rendkívülésen, így kérném, hogy a napirendi pontokról a módosításokkal együtt szavazzunk. Aki elfogadja, kérem, nyom meg az igen gombot. Az lesz az 1-es. Megállapítom, a jelenlévőek egyhangulak 10 egybehangzó igen szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és az a tárgyalási módját tett javaslatomat. Köszönöm szépen a testületnek a konstruktivitását. Tisztelt képviselőtestület, 1-es napirendi pont következik. Városi Önkormányzat naptári éven túli 200 millió forint összegű fejlesztési hitel felvételről szóló javaslatot tárgyaljuk meg. Napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Javaslom, megtárgyalt a pénzügyi bizottság, megkérni a bizottság elnökét, az ülésen kialakult véleményt ismertesse a testülettel. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Bizottságunk megtárgyalta, és igen szűkösen voltunk meg, hogy 2-1 arányban szavaztunk arra, hogy elfogadjuk. Én személy szerint nemmel szavaztam, és itt szeretném megragadni az alkalmat egyébként, hogy mint pénzügyi bizottság vezető újra felhívni a figyelmet, hogy én azt gondolom, hogy az adósságállmányunk olyan mértékben növekedik, hogy ez én számomra ez aggályos egyébként, és majd hogyha kérdezi, hogy a kérdéseket, majd meg szeretném kérdezni pénzügyi osztályvezetőt, hogy mennyi a hitelállmányunk most, amivel tartozunk, hogyha fölveszük ezt a 200 milliót, és hány évre lesz eladósítva ez az önkormányzat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor javítanám a bizottsági elnöknek a mondani valóját, én úgy gondolom, hogy nem fogadta el a bizottság, mert ön azt mondta, hogy elfogadta, kettőnél elfogadta, azt mondta.
Jó, tehát nem fogadta el, mert nem volt meg a szükséges határozat. Azt így javítanám. Ha kíváncsi az adósságállományra, akkor már is sorolni fogom. Önnek 290 millió forint fejlesztési hitelünk van, 70 millió forintos folyószámla hitelünk van, és ez a 200 millió forint még fejlesztési célú hitel lesz, tehát 490 és 70, 560 millió forintos hitelállomány lesz a városnak. Ez még mindig kaliberekkel kevesebb, mint amelyeket ön adták át a várost 2010-ben. Tehát egyik oldalról másik, mi fejlesztünk, önök meg felélték. Tehát nagy különbség kettő között, mi értéket növelünk, mert amennyivel növekszik a hitelállományunk, legalább annyival emelkedik mellette a városnak a vagyonállománya is, tehát a materiális javak jelentősen javulni fognak, és többet fognak érni a városban ezekkel a felújításokkal. Tehát eszközölve ezt, ha nézzük a pályázatoknak a nagyságát, a két pályázatot, ha 200 millió forintot veszünk föl, hozzávetőlegesen a vagyoni érték egy 7-800 millióval fog növekedni. Nem rossz biznisz szerintem. Hány évre adósítjuk el? Ez jelen pillanatban 10 évről szóló szerződés, a 2,8-2,9%-os kamatláb helyett az OTP ennél a kondíciónál tekintett a jó kapcsolatunk, a 2,5%-os kondíciót ajánlott a város irányába. Tehát már sokkal jobb, mint az előző kondíciók voltak ennél a 200 millió forintos hitelnél. Mondom, tekintettel a nagyon jó kapcsolatunkra, amit sikerült ennyire bealkudnunk. Úgy gondolom, hogy a város jelen pillanatban a törlesztő részleteket tudja állni a 2020-as évtől is, tehát nem fog gondot okozni a likviditás. Az más dolog, hogy a város fenntartása és pénzügyi struktúrájában jelentős változásokat kell eszközölni a 2020-as költségvetésben majd. De ezt nem csak ez miatt szükségeltetik, hanem szükségeltetik majd a város üzemeltetés, város karbantartás feladatok miatt is, az egyéb feladatellátási struktúrában és egyéb támogatási struktúrában is szükségeltetnek majd változások, tekintve a közfoglalkoztatási változásokra. Tehát úgy gondolom, hogy teljes komplexitásában egy új szemléletű költségvetés kell majd a bármilyen összetétő testületnek elfogadnia 2020-tól. Úgyhogy nem hiszem, hogy gondot okoz, a pénzügyi forrásaink megvannak rá, a adóbevételeink megvannak rá, egyéb forrásokhoz annyi a történet, hogy struktúraváltásra van szükség majd a önkormányzat költségvetésében 2020-as évtől. Úgyhogy én nem érzem aggályosnak képviselőnek a véleményét, még akkor sem, hogyha ön a pénzügyi bizottságnak a vezetője. Kérdéseket szeretném feltenni, képviselő úr megfelel a válaszom, elfogadja a válaszomat. Attól függően, hogy nem tudtam őt meggyőzni. Igen, meg polgármester úr, hogy én ezt a, amit ön elmondott, én nem látom ezt adóbevételekben, hogy ez be fog jönni. Tehát még egyelőre várunk arra, hogy majd itt azok, amiről szó volt, ez a csoki gyár meg minden beinduljon, de egyelőre adóbevételekben még nem látok akkora növekedést, hogy mi ezt bármikor is kompenzálni tudnánk. Tehát ezt a költségvetéshez viszonyítva, ezt már az a költségvetés tárgyalásánál is elmondtam. Nem látom növekedését a költségbe. Tehát nem látom a bevételek növekedését olyan szinten, hogy mi ebből vissza tudjuk ezeket fizetni. Köszönöm. Ez az ön hibája, ne is induljon polgármester ültnek akkor, ha gondolja, mert fölösleges. Úgyhogy ha nem látja, hogy miből lehet megoldani ezt a kérdést, akkor hiába, hogy pénzügyi bizottságnak a vezetője nem látja a pénzügyi struktúrákat, és nem látja, hogy milyen források hová mentek, és mit hová lehet átstruktúrálni. Én attól, hogy nem vagyok a pénzügyi bizottságnak a vezetője, látom, hogy mit hová lehet átstruktúrálni. Tehát ettől függetlenül higgye el, hogy megoldható a kérdés, tudom, hogy nem hiszi el, mert hinni a templomban kell, önök pedig ateisták, a szocialista párt többsége, tehát ezzel nincsen gond. De akár hiszi, akár nem, ez a forrás bennem van jelen pillanatban az önkormányzatnál, és nem a csoki gyárról beszéltem, a jelenlegi struktúráról beszéltem. Az egyéb bevételekről még nem beszéltem, képviselő. Tehát a jelenlegi forrás struktúrában is benne van az az összeg, amivel ezt az összeget tudjuk finanszírozni. És az 560 milliónál ugye nem kell számolni a tőkerésszel teljes összegben, a 70 millió az éven belüli összeg, tehát az egy folyószámla hitel, ha kiürítjük, kiürítjük, nem ürítjük, nem ürítjük. Ezen túlmenőleg 490 millió forintos a fejlesztési hitel állományunk. És mondom még egyszer, fejlesztési nem feléltük, nem bérre költöttük, nem luxus beruházásokra költöttük, nem arra költöttük, vagy költjük, hogy jutalmakat adjunk a polgármesternek, alpolgármesternek és egyéb tisztviselőknek, hiszen nem volt, elmúlt 9 évben nem voltak jutalmak, hanem arra költjük, hogy növeljük a városnak a vagyon állományát, tehát vásárlunk belőle, felújítunk belőle, értéket teremtünk belőle.
Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy olyan projekt, amit támogatni kell, de egy kérdést engedjen már meg. Ön Kisterenyei képviselő. Ön most ezzel a hitelt nem fogadja el, kettő Kisterenyei projektnek a megvalósulását veszélyezteti. A Kisterenyei óvoda felújítását, ami már ki van költözve, másik oldalon pedig a Kastélykert projekt megvalósulását veszélyezteti. És nem csak a Kastélykertét, mert ha ez az Interreg pályázat bedől, akkor veszélyezteti a Füleki projektet, a Sátorosbányai projektet is, és veszélyezteti a Büki Nemzeti Park Salgótarjáni projektjét is. Nem tudom, a szocialista párton belül majd a Huszár Mátéka hogy számol ezzel Salgótarjánban, hogy a Tarjáni projektet bedönti. Tehát csak hogy érezze az összefüggéseket. Van egy felelős gondolkodás részünkről, és van olyan, amikor a kibisznek semmi sem drága. Megadnám a szót Cizka Györgyi képviselőasszonynak. Köszönöm szépen, polgármester úr. Én szeretném kérdezni, hogy ez a palócportak, most a 200 millió, meg nem 200 millió, nem erről beszélek, egyáltalán mit takar? Mert pillanatnyilag nem tudunk más, mint hogy 120 meg 80, 10 éves a futamidő, tehát ezeket, hogy mégis valamit jó lenne, hát nyilván, hogy ha a kastélyon belül ott, hiszen többször elmondta polgármester úr, hogy ez a nagyapjának valamikor ott élt, tehát tudom, hogy hol lenne ez, de hogy egyáltalán ez mi? 10 szoba, vagy egy lovarda, vagy egy... Szóval semmit nem tudunk róla. Képviselőasszony, kíváncsi, akkor a palócport a részben, mert kíváncsi megkérdezte. Úgyhogy a palócport, ez a volt tisztiszolgalakás, ami a temető főjáratnál van, a úgynevezett Csohányport, a Csohány udvar volt, ez a mély udvar befelé. Ennek a teljes felújítása a kupolás épülettel. Régen a munkásőrség volt, utána öltöző is volt, meg egyébként is előtte ilyen sakkozó volt. Én gyerekkoromban emlékszem, hogy sakk tábla volt betonból kirakva. Ennek a teljes felújítását vesz igénybe, és ugye elterveztük azt, hogy a kastélykertet megtöltjük tartalommal. Tehát annak semmi értelme nincs, ha a kastélykertbe épületeket újítunk föl. Éppen ezért a Zöldvárosban, engedjen azt is mondjam, ez egy Interreg pályázat, tehát határon átnyúló pályázat, amit elnyertünk Fülekkel, Sátorosbányával, a Bükki Nemzeti Parkkal és Bátonyterenye városra. Ebben megvalósuló, interaktív udvar lenne, elneveztük palócportának, ahol a népi mesterségeket, kovácsműhelyet, szövésfonást, kis látványpészséget tudunk bevinni, ahol palóc ételeket megkóstolni. Tehát ilyen jellegű udvart alakítanánk ki a Csohány udvarban. Egy olyan jellegű kialakítás, ami szolgáltatóház lenne, de ha nincsen rá igény, vagy nem tud tartalom megtölteni, később akár átalakítható más irányba is, ha lejár a pályázat fenntartásnak az ideje. Tehát egy komplexebb projekt, aminek az első funkciója, és a legfontosabb funkciója egyébként az lenne, hogy megmentsük az ott lévő értékeket. Tehát elhaladt az idő, most találtunk egy olyan pályázatot, amire ráhúzható, hogy ezt az épületet mire mentsük meg, vagy hogy mentsük meg. Szálláshely kialakítása nem támogattak ezen keret között, úgyhogy ráhúztunk egy ilyen fantázia nevű palócport, ami nem is fantázia név, mert hogyha hosszabb távú fejlesztésben nézzük, én nekem tervemben van az, hogy az önkormányzat fölvásolja az Árpád utat végig, és ott egy kis kanzent alakítson ki, egy falus kanzent alakítson ki a még meglévő palócházakkal. Ez már egy hosszabb távú projekt, de hogy tisztáljon vele a képviselőasszony, tehát azt ott rendezni kell, és a Zöldváros projekt az monumentálisabb, ott még dolgozok azon jelen pillanatban, hogy a plusz forrás rendelkezés rájön, mert az már tényleg meghaladja az önkormányzat kereteit, ha azoknak nekilátunk, az az épületeknek. De abban benne van ugye a könyvtárnak az elbontás, a mostani könyvtár, ami tájidegen, 60-as évekbeli építmény, a művődési háznak a rendezvényháza való átalakítása, a könyvtárban egy művészeti kiállítóház létrehozása, óvodában, igen, óvoda épülete, és a lovarda, ugye, amit meg elterveztünk, és norvég pályázatban, ugye, mi már döntöttünk a pozitív elbírálásról, de a kivitelező nem borsodta meg, ott pedig egy játszóház kialakítása van megtörténni, plusz még egy játszótér bele, plusz még a parknak a részleges megújítás, mert teljes felújítás nem fér bele, hiszen az útfelújítás az még 80-90 millióval megdobta volna, hogy ott a salakos részt, ami teljesen tájidegen elbontsuk, és ott egy ilyen fehér kavicssal szóljuk fel ezzel a szép kavics, az 60-90 millió forint környékén van, de a világítás viszont benne van. Tehát a lámpákat ki tudjuk cserélni, odaillő, de modern lámpákkal már.
plusz még a növényzetnek a felújítása. Plusz még kis terenyén az OTP épület van benne, ugye oda vinnénk egy közösségi teret, és a mozgalmi házból levinnénk egy egyszintes akadálymentesített épületbe, és kilakítanánk egy olvasószobát, ami most már a modern világban a könyvtárat tudja majd helyettesíteni. Ugye a Bátonyi könyvtárral együtt működve el tudják látni a kis terenyei könyvet olvasó, kulturáltabb lakosságot. Tehát ezek vannak benne, plusz még egyéb közterületek, ugye itt a Városházánál és egyéb helyeken. De a kastélyként egy teljes felújítás, mert teljes újabb közegben fog majd kerülni a több pályázatnak az együttes összeállásából. Tehát így fog összeállni a képviselőszon történet. A Palusporta pedig mondom, ez egy olyan fantázián év, amit elneveztünk, de ebben ilyen népi mesterségek lesznek majd ebben az úgynevezett Csohány udvarban, de elsődleges célja a műemléki környezetnek a megmentése, és hogy induljon ez a közeg, hogy a kastélykert visszakapja a régi fényét, vagy még fényesebb legyen, mint ami a 80-as, 90-es évek elején volt. Köszönöm szépen, egy kis mondatot adnám. Képviselőasszony. Mikor ezt az anyagot olvastam, úgy rögtön gondoltam, hogy én ezt nem fogom megszavazni, mert megítélésem szerint 200 millió forint hitelt felvenni lehet, de fontossági sorrend, és nem ez a legfontosabb, hogy most a kastélykertben mi legyen, semmit nem tudva, mert csak az van előtted, hogy 200 millió forintot fölveszünk. Ez, amit elmondott polgármester úr, komplexen, meg az, hogy nem csak mi, hanem ugye határokon túli csatlakozás is van, elfogadom, meg is fogom szavazni. Mert, de mondom, egy fontosabbat hagyd mondjuk, képviselőasszony, a nagybátonyi óvodák megújultak. Kisterennyi nem újult meg, a 200 millió benne a kisterennyi óvodák az ön része is. Tehát nem csupán a kastélykertről szól, ebben még benne a kisterennyi óvodák az ön része is, vagy várható ön része, mennyi lehet még, ha nézzük az áremelkedéseket. Tehát ezért menekülünk előre. Nem bósz, hogy felhasználjuk mind a 200 millió forintot, de kell egy olyan puffer, amivel biztonsággal tud dönteni a bíráló bizottság, hogy a közbeszerzés érvényes. Ne kelljen megint új hitelről dönteni, vagy bármi egyébről. Csak elnézést, hogy ezt mondtam, és a prioritás az óvodal képezi. Ez érthető, de azt hiszem, hogy hát lehet, hogy a kollégáim hallották, amit most ön elmondott. Én biztos, hogy nem. Tehát elnézést, hogy megkérdeztem, de én nem fogok úgy szavazni, hogy azt se tudom, hogy miről van szó. Ne kérdezz, úgyhogy... képviselőasszony, válaszoltam rá. Erről szó történet. Rendben, köszönöm. Én köszönöm a kérdését, képviselőasszony. Vászeg István képviselő úr. Akkor most kezdem az elején. Tehát engem a Büki Nemzeti Park meg Salgóterán nem érdekel. Nem is érdekel egyébként, megmondom őszintén. Engem Bátonytrenje érdekel ebbe a történetbe, és akkor most ez nem csak önnek szól egyébként, hanem végighart. Tehát én nemmel fogok szavazni, és ezt most határozottan itt megjegyzem egyébként Cseresznyés István képviselőtársamnak is, hogy nemmel fogok szavazni, írja fel. Tehát mert unom már azokat a megjegyzéseket egyébként minden részről, hogy a Várszegi egy Fidesz bérenc, egy Jobbik bérenc, én MSZP bérenc se vagyok, mert nekem nem mondja meg senki, én Bátonytenyi polgárok bérence vagyok, mert ők küldtek ide, és az ő érdeküket képviselem. Nagyon kezdem már unni egyébként azt, hogy egyik oldalról és másik oldalról is folyik a kommunistázás, közöm nincs a kommunistákhoz. Közöm nincs. Egyébként az elveim a legjobban még mindig a baloldali MSZP-hez stimmelnek, azért vagyok ennek a pártnak a vezetője. Tehát kezdem már unni ezeket a dolgokat, hogy bele van mindig víve. Írják fel ezt mindannyian, hogy úgy szavazok, ahogy akarok. Egyébként 13 évre visszamenőleg merem vállalni az összes döntésemet. Nyugodtan. Nem érdekel, hogy valaki Tarjánból jön, hogy Mátra Balláról jön, hogy Kukutyimból jön. Senki nem érdekel. Engem a bátonytrenyei polgárok érdekelnek. Engem azok érdekelnek. És saját utamot járom végig, ezt fogom végig csinálni. Nem érdekel ebbe a történetbe, és egyébként meg azt most visszatérve az egészre, akkor válasszuk ki az óvodát, bármelyik pillanatban megszavazom. Tehát ha óvodáról van szó, iskoláról van szó, gyerekekről van szó, egészségügyről van szó, közben meg fogom szavazni. Tehát ez a téma most már nagyon-nagyon-nagyon zavaró. Én azt gondolom, hogy ezt abba kéne hagynunk egyébként. Én bárkivel partner vagyok, viszont elvtelenül nem vagyok olyanokkal se partner, se összeálló partner, se más. És kezdem unni most már, azt én végig írkálom itt, hogy mit, hogyan szavazok. Egyrészt, a másik pedig akkor hagyd mondjak még Cseresznyés István képviselőtársának, igaz, most ő nem szól, de már megragadom az alkalmat, többször nem nyomom be. Egy feladványt, hogy 4. hó 18, 5. hó 20, 5. hó 29 és 6. hó 26-a az mivel függ össze? Hadd kérdezzem már meg. Nem, majd ez valószínűleg rá fog jönni ezekre a dátumokra. Nem, ezt Cseresznyés István képviselő úrtól kérdeztem egyébként. Csak kezdem már unni, hogy
És egyébként meg, mint polgármester jelölt, azt gondolom, hogy átlátom a dolgokat, és ezért féltem a várost egyébként. Átlátom, hogy mennyi a hitelkeret, mennyi a számlák, amiket ki kell fizetni, és csak óvaintettem önöket, hogy ne keveredjünk be egy adósság spirálba. Én elhiszem, hogy a polgármester úr magabiztos, valószínűleg a lobbik tevékenysége az nagyon jó, mert eddig elintézte még mindig ezeket a dolgokat, amit kellett. Én bármelyiküknél elismerem az érdemeket, bárkinél, de viszont azt engedtessék már meg, hogy azt mondjam, hogy van egy mérték, amikor közelítünk a 500 milliárd felé, az már szerintem egy olyan, ami egy nagyon-nagyon durva összeg, és ott már azért jobb, hogyha azt mondjuk, hogy álljunk meg, és azt javaslom ebbe egyébként, hogy vegyük vissza ezeket a dolgokat, és próbáljunk meg ennél kevesebből kihozni, mert ezt fenn is kell tartani. Én nem látom azt egyébként, aláratták velünk itt az elején, hogy a titoktartási nyilatkozatot. Hát még azt se láttuk egyébként, hogy mi van benne. Tehát még kiosztásra se került az előterjesztés, de már aláíratták velünk azt, hogy majd mi. Hát nem tudom még, hogy miről írtam alá azt, hogy azt se tudom, hogy mi van benne. Tehát ez meg a másik dolog, hogy addig azt kérem, hogy ne legyen aláíratva, amíg nem látjuk azt, még nem került kiosztásra. Tehát ez az egyik dolog. Úgyhogy azt kérem mindenkit, hogy... Titoktartási, az megelőzi, mielőtt látja. Tehát elnézést, az logikai sorrend, tehát titkot miről tartsak. Ha elmondják, akkor már nem biztos aláírja. Tehát, na. Megkapja a másikat is, megfogad a képviselőt. Akik itt ülnek az asztalnál, meg akik nem ülnek itt, mert a külső képviselő, vagy a külső bizottsági tagok is, letettük az esküt. Enélkül is tartanom kell magamat, nem mondhatom el egyébként. Tehát ez meg a másik dolog. Én elképzelem, hogy jogszabály kötelezi erre az önkormányzatot, csak akkor azt kérem, hogy akkor írassák alá, amikor már tudjuk, hogy egyáltalán miről van szó. Mert azért kérdezte képviselőtársa a palócportát, mert ő se tudta. Én háromszor kérdeztem meg az előző testületi ülésen, hogy mi lesz ott, azt mondták, hogy palócporta. Most, hogy elmondta egyébként, nem győzött meg, de nagyon szeretem önt hallgatni, polgármester úr, mert már nem olyan szót mondtam, hogy nagyon jó elő tudja adni ezt a dolgot, és nagyon az embernek mindig így nyúl a keze a gomb felé, csak az a baj, hogy a megvalósulásnál vannak egyébként kisebb problémák. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én a megvalósulásnál láttam problémát az Electrolyse Highland Groupnál, láttam problémát a Ökoelektrik Groupnál, amikor 50 és 60 ezer forint elkútja vetyéltek több millió forintot érő ingatlanokat. Láttam ott a Náden PSH-nál, ami nem valósult meg a megvalósulásból. Láttam problémát a egész jurtából, fél jurta épült látványuszodának, kampányuszodának, és sorolhatnám még tovább. Jelen pillanatban, hogy megígértünk, azt végigvertük, megcsináltuk, kész van. Tehát nem hiszem, hogy gond lenne a megvalósulásokkal, képviselő úr. Sőt, szerintem többet is csináltunk már, mint amit eddig vállaltunk. Megadnám a szót Cseresztes István képviselő úrnak. Tisztelt képviselőtestület, köszönöm, polgármester úr. Egyetértek az előttem szólókkal, mindkettőjükkel, az aggodalmat tekintve. Ugyanezeket fel akartam tenni, és ezeket a kérdéseket, és én is szerettem volna meghallgatni polgármestert, hogy valójában mi is ez a palócporta, mert tényleg nem derült ki, és én is úgy jöttem, hogy tehát természetesen nem fogom így megszavazni láthatlanba, de most is azt mondom, hogy mivel hogy a kettest leszettük magát a palócporta előterjesztést, a kettő együtt szorosan összefügg, és én sem fogom megszavazni, én is inkább afelé hajlok, hogy sok fontosabb dolog is lenne a városba, és nagyon jól hangzik egyébként valóban, amit polgármester úr elmond, és tényleg a néprajz és a helyi hagyományoknak tényleg nekem az a szívem csücske, és tényleg azt mondom, hogy támogatnám is, hogyha azért nem lenne az, hogy ezt 10 évre adósítjuk, két következő ciklust adósítunk el. Én emlékszem annak idején, amikor a polgármester úr átvette a polgármesterséget, és hogy az előző politikai csapat az ugye kötött olyan szerződéseket, és ráadásul olyan szerződéseket kötött talán a fizioterápiás, meg a vérvételes, ha jól emlékszem, amit polgármester úr mindig elmondott, hogy egy ilyen betereltek minket egy kényszerhelyzetbe, és hogy ez azért nem valami jó volt, hogy ilyen hosszú távra megkötötték, mert hogy ez mennyi pénzkiadás. Azt gondolom, hogy ezt a kettőt egyensúlyba helyezni, azért mégis azt gondolom, hogy ez egy mégsem volt olyan rossz döntés, hiszen a helyiek egészségét szolgálja. És bár ez is a helyieket szolgálhatja,
ahogy Vászik képviselőtársam is mondja, hogy ugye ezt fönn is kell tartani, és azért bennem is vannak agályok, hogy azért egy ilyen 200 milliós történet, és tényleg már úgy gondolom, hogy elég sok ez a... Még akkor is, hogy a polgármester úr most azt mondja, hogy ez megvan a forrásra, bennem is vannak azért kételyek, úgyhogy én tartózkodni fogok ettől az előterjesztéstől, mert én se vagyok azért annyira meggyőzve erről, hogy ez valóban a legfontosabb, és el kellene nekünk köteleződni erről. Hát a Vászai képviselő, amit mondott, az én nem tudom, tehát az egy zárt megbeszélésen elhangzottakat úgy gondolja, hogy ezt itt kell kitárgyalni, szimplán politikai dolgokat a képviselőtestületről, én erre nem is akarok reagálni igazából, mert hogyha ezt mondjuk fölteszem valahová, kiírom, kiadom egy újságba, amiket most itt mond, hogy ugye rám utalva, akkor azt mondom, hogy jogos a két pont, akkor, de akkor sem ez a fórum, és nem itt ennél a napjelenni pontnál kellene ezt elmondani, hanem teljesen máshol kellene válaszolni, ezt gondolom. Úgyhogy én nem is akarok igazából reagálni. Tehát ennyi. Köszönöm szépen. Szeretem, amikor frázisba puffogtatnak, sokkal fontosabb dolog van. Tessék már mondani. Egyet. Mi fontosabb most ilyen pillanatban ennél, befejezzük a projektet, amit nyertünk. Nagyszerű. Milyen munkahelyet teremt az önkormányzat képviselő úr? Nyilván önmagasság. Köszönöm szépen, köszönöm a azt meg intézzük mi, ahhoz a maga nem ért, úgyhogy teljesen mindig. Jön a csokoládégyár, jön a más projektet, tehát munkahelyekben rendben vagyunk, az ipari parkot azért fogjuk létrehozni, és sorolhatnám még tovább, de ne vitatkozzunk, egyébként pont ön volt az, aki 250 munkahelyen ment szemben, akkor a börtön kérdéssel szembe menetelt, zárójelbe zárva. Ha már fontosakról beszélünk, tűzoltószertárt önerőből építettük meg, bármilyen furcsa, ami sokkal fontosabb. Az egészségháznál egységesen belálltunk, előző pályázat volt, mondhattuk volna, nem fejezzük be, vagy ne esekezzük, mert közben ezt mi írtuk már ki. Az együttműködést módosítottuk, a kórházzal mentünk, nem pedig azzal a céggel, akit előtte hoztak. Hiteleknél figyelmeztettem a képviselőt, lehet, hogy nem volt maga itt, megszoktuk már, hogy nem minden testületre jár. A kötvényt együtt bocsájtottuk ki 2010 végén, 11 elején, már mi bocsájtottuk ezen a kötvényt, nem a Lavanyi Lókai Vályék, mi bocsájtottuk ki, hogy ott is pont ugyanezzel bocsájtottuk ki, hogy a meglévő projekteket be tudjuk fejezni. Ugyanezzel a szlogennel, mint most, hogy elnyertünk pályázatot, ott nem így volt, hogy 100%-os támogatási intenzitás, hanem ott 70-75%-os intenzitás volt, és önerőt kellett mellé pakolni. Én emlékszem rá, mert sakkoztunk az összegekkel, talán azt előttől még emlékszik rá, hogy az irodámban este 7 óra, 8 órakor még a OTP képviselő sakkoztuk, hogy melyik pályázatból hogyan forgassuk át a pénzt, és merre menjen a kötvény részből, hiszen nem engedték lehívni másra a pénzeket. Most 100%-os támogatási intenzitás, de 2016-os árakon, nem pedig 19-es árakon, úgyhogy ez okoz gondot. Ahol van lehetőségünk, ott megyünk utána, hogy ráemelést eszközöljünk, tehát hogy a kormányzat emeljen rá központi forrásból pénzt. A munkahelyteremtésben szerintem élen vagyunk, több céget fogadtunk egyébként már Bátony terén, amelyek telephelyként nézték a városunkat, tehát ebben élen járunk, bármilyen furcsa, lehet, hogy ön nem veszi észre, de a közmunkásaink 990 közmunkásból már csak 120-130 közmunkás van, ha van egyáltalán. A helyi cégeknél is jelentős létszámfelvétel volt, nem azoknál, akiket ugyan telepítettünk be, hanem a régieknél is. Úgyhogy élen járunk a térségben ebben, és a 21-es ezt még jobban generálni fogja. A csokoládégyár el fog jönni, most nyílják a füvet, a geodéták most vannak, hogy hol kell erősíteni, és a helyi szervezés, településrendezési szabályzatot nézzük át, hogy ott egy nagy csarnokot akarnak építeni, és hogy oda hogyan tudjuk beleeszközölni ezt a részt. Az ipari parkázat miattuk be, bármilyen furcsa, hogy itt újabb 30 hektárt jelöljünk ki, tehát hogyha a munkahelyteremtéshez első téren, akkor valószínűleg ezek nagyon fontosak. És ne felejtsük el egyébként, ahhoz, hogyha egy komoly cég jön a településre, meg fogják nézni, milyen szálláshelyek vannak, milyenek a közintézmények állapota, milyen a városnak a struktúrája, milyenek a helyi utak, milyen a közlekedés. Tehát ne várjuk azt, hogy egy lepukkant helyre bármilyen munkája fog jönni. Előtte szükségeltetik bizonyos városrehabilitáció, ami már szisztematikusan és folyamatosan rajta vagyunk. Tehát, ha úgy gondolja a képviselő úr. Az pedig, hogy önök mit vívnak zárt szobába, képviselőtestületülésen, vagy bárhol máshol.
Ez az önök személyes problémája. Nyugodtan vitatkozzanak, nyugodtan veszekedjenek azzal, hogy ki akar velünk szembe indulni, mi dolgozunk a városért, ők csak vitatkozzanak nyugodtan. Ehhez értenek kötözködni mindenkivel, mindenbe, belünk, egymásba, minket nem zavar, mi dolgozunk tovább a városért. Válaszegi úr, parancsoljon! Köszönöm a szót, polgármester úr, azért azt hagy javasoljon már, hogy szóval ez az előterjesztés, amikor felveszünk itt 200 milliót, és ebből benne van az, hogy egy óvodára is, meg a palócportára, tehát még csak gondolkodás, tehát még csak választ elé se tudják állítani azokat a képviselőket, akik az óvodát például megszavaznák, a palócportát pedig nem. Tehát ez olyan, mint amikor azt mondom, hogy veszek egy vasalót, meg egy Ferrarit. Tehát most azért a kettő között van különbség egyébként nekem ilyen néprajzi kötődésem, bár nagyon szeretem a történelmet, nekem ilyen nincs, amiket itt elhangzottak. Én reálisan, úgy gondolom, hogy reálisan nézem, az óvodára igen szükség van mindenféleképp. A másikban viszont egy kicsit szkeptikus vagyok annak ellenére, hogy nagyon szeretem ezeket a dolgokat, de a 200 millióból arra a részre, a palócportára, a fenntartás miatt nem tudom hány évig kell ezt, 5 évig kell majd fenntartani, vagy megtölteni tartalommal, vagy hogy viszont eznek nincs benne a költség, hol van az a költség, hogy tudjuk ezt majd biztosítani. Ezek nem kevés költségek, mindig igen, nő vele az értéke az önkormányzatnak, de egyébként meg a fenntartását nem vizsgáljuk. Hol van itt mellette a hatástanulmány, hogy tudjuk ezt működtetni majd? Mert más mellé tesszük, ami mellé hatástanulmányt teszünk, aminek igazából jelentősége sincs, most nem látom ezt a dolgot. Képviselő úr, akkor megint pénzügyi végzettség, vagy pénzügyi bizottság, lehet, hogy jó helyre adtuk ezt a bizottságot, mindegy. Tehát van egy pénzügyi keret, van egy 120 milliós hozzávetőlegesen, meg egy 80 millió forintos hozzávetőlegesen, a két keret. Vagy egy csomagba kezeljük, vagy két csomagba kezeljük. Ugye ön ezt mondja, és külön szavazhatnánk róla. Ha egy csomagba kezeljük, és nagyobb a hitelkeret, nagyobb kedvezmény vívható. Ugyanaz, mint a piacon rendelt egyéb szolgáltatásoknál, tehát hogyha most Tarján, Bátony, Pásztor összeállna, és együtt szereznénk be a villamos áramot meg a gázt, akkor valószínűleg tudnánk jelentősen alkudni közbeszerzésben. Hiszen minél nagyobb fogyasztónak számít, annál több kedvezményt tud elcsípni, vagy kialkudni. Ugyanez van a banki szférában is. Tehát jelen pillanatban ez a csomag föltétele együttesen jobban megérte az önkormányzat, mint a külön-külön tettem volna fel. A másik kérdés. Én Kisterenyeinek tartom magam, attól, hogy Maconkára költöztem, bárki bármit mond. Ott nőttem föl. Akármilyen kastélykert érzelmi kérdés is számomra, sőt presztízs kérdés is. Én megértem képviselő, hogy a kastélykertet elengedni, 2009-ben el akarták adni a kastélykertet, elkútyavetyélni, mint ahogy elkútyavetyélték a Béke úton lévő volt városházát, ahol elkútyavetyélték és szétverették a Szorospataki tábort, amit utána visszajött, emlékszünk rá, ahogy elbontották 2009-ben az utolsó pillanatban a körfűtőházat, ahogy a hármas iskolát bezárták és cégnek alakították ki, ahogy mondtam, az ipari parkban 10 hektárt elkútyavetyéltek 50-60 ezer forintért, és rohadnám még tovább. Plusz még a jelzálogok, amelyeket rátrehetek, tehát egyéb ingatlanokra. Tehát én megértem, hogy önnek a kastélykert innentől nem érzelmi kérdés, nekem az. És mind a mai napig azt mondom, hogy a kastélykertet vissza lehet adni régi fényébe, nem eladtuk, mert lehet, hogy más, hogyha megveszik, vagy visszaadtuk volna a Gyürkértnek, mert volt ilyen mozgalom is, hogy adjuk vissza, azok elzárták volna, és a Bátony terenyek nem vehették volna igénybe. Én úgy gondolom, hogy nem zárjuk el, ez Bátony terenye, de mondhatom, hogy kis terenye ékessége, és egy potenciális lehetőség abban, hogy a lokális jellegű turisztikát erősítsük. Ne csak a vadász és horgászturizmus legyen, hanem erre ráépülő más turisztikai látványosságunk is legyen. Ha valaki lezárta volna, vagy másra hasznosítja, akkor igen jaj lenne. Ami pedig a működtetését jelenti, vagy érinti, hát képviselő, hogyan működik ilyen kastély meg látvány, múzeum látogatás, mondjuk Füleken, vagy máshol? Hát úgy, hogy belépőt szedünk, úgy, hogy csoportokat szerveznek rá, és eljönnek megnézni. Úgyhogy eljön a kicsi kínai csoport, megnézi a látványpés, a többit, és fizet azért a történetért.
De mondom még egyszer, igaza van képviselő, adjuk vissza ezt a pénzt, a zöldvárossal együtt, az ipari parkkal együtt, mert nincs rá, adjuk vissza, ne fejlesszük meg, komolyan mondom, adjuk vissza. Volt ilyen polgármester, ne csináljunk semmit, baj nem lehet. És utána hogy menjen ennyi szetté a kastélypark. De utána nem akarom látni azt, hogy önökhöz közel álló embereknek pont ezt fújják, hogy miért nincs levágva a fű a kastélyparkban, ami romos jelen pillanatban, miért nincsen levágva a bokor a kastélyparkban, miközben pont ön nem szavazza meg a fejlesztések egyik zászlósarúját. Miközben egyik oldalon azt próbálják elhitetni, hogy semmi nem jó városban, másikon, mert nem szavazzák meg a felújítást célzó hitelfelvételt. Értem én ezt, kibicnek semmi sem drága. Csak tudják, ez a szék az arról szól, hogy felelős döntéseket kell hozni. Tiszta vagyok azzal, mit jelent a hitelfelvétel, azzal is mit jelent visszafizetni. Nyugtuk ezt önök után rendesen. Tehát egy dolgot tudok, képviselő úr, ez a fejlesztés megvalósul, ezt már nem viszik el a várostól. Ez már itt fog maradni. Aztán utána lehet alkudozni a futamidő átalakításáról, egyéb kondíciókról, lehet alkudozni arról, hogy a törlesztést miben ejtjük meg, és egyebekről. Lehet kérni kormányzati segítséget, és egyebeket is lehet, amikről még nem is beszéltem. De ön mondta, erős lobbista vagyok, én meg fogom oldani a képviselőt. Ön csak aggódjon, én pedig meg fogom oldani. Önnek az a dolga, nekem meg ez a dolga. Meg nem azt mondanám Ferenc képviselő úrnak. Köszönöm, polgármester úr. Én megköszönöm a Dus képviselő társamnak, hogy föltette ezt a kérdést a polgármester úrnak, mert jó magam is, mikor ez megjelent, akkor ugyanezt kérdeztem. Ugyanígy elmondta, megértettem. Én úgy gondolom, hogy ha csak a magamból indulok ki, jön hozzám vendég, távolról vannak több vendégem, rokonaim, amikor itt töltenek 2-3 napot, nem tudom hova vinni. Mindig Szentkútra vigyem. Nem tudok bemutatni Bátonterenyéről semmit. Viszont azt tudom, hogy nagyon sokan szeretnek mennyasszony ruhába, vőlegény ruhába fényképezkedni a kastélykertbe, de amikor az ember bemegy a kastélykertbe, mit lát? Tehát azt látja, hogy ugye egy az, hogy a füvet én lesenyírtam, úgy megmondom, hogy miért, azért, mert életveszélyes ott közlekedni. Tehát már ebből is eredően én le is zártam volna az egészet, mert most elkezdődnek a munkafolyamatok. Én nagyon örülök neki, pedig én pontosan az ellenkező részével 6,5 kilométerre lakom a kastélykertől, és nincs a városunknak olyan pontja, ahol tényleg az ember egy 2 óra hosszát el tudna barangolni egy szép környezetbe. Nincs. Elhozom én a városházat, erre mit néz? Megmutassam a városházat. De legalább van egy olyan pontja a városnak, amiben tényleg szívesen beviszi az ember, hogy nézzünk ott szét, mert az egy üdefoltja a városunknak. És nem a 120 millió forinton kesergek, mert tényleg ebbe, ha elmegyek bárhová, megyén kívül, elmegyek egy kisvárosba, mindenhol találok olyan szegmensét a kisvárosnak, ahol érdemes elmenni. Érdemes megnézni, 1-2 órát eltölteni, és akkor már megy az ember tovább. Tényleg ez is milyen jó kis hangulatos. Itt a Mátra, azt nézzük a 21-esről, milyen gyönyörű a Mátra. Mi meg itt lakunk, gyönyörűséges helyen, és akkor nem tudunk, saját városunkban nem tudunk mit felmutatni. Én megmondom őszintén, Várszegi képviselő úrnak, hogy én most ezzel annyira nem értettem egyet, pedig szíve csücskébe benne van az, hogy igenis fel kell ezt újítani. Én azt tudom. Attól, hogy az óvoda meg az iskola szívügye, attól függetlenül úgy gondolom, onnan a túlsó feléről a városnak, hogy igenis fel kell újítani. Legyen egy szép része a városunknak, ahova tényleg el tud menni az ember. És nem is akarok erről többet beszélni, én úgy gondolom, hogy nagyon jó tett a polgármester úr, a kamerába is fölvázolt, hogy mit akar ez az egész palócsporta. Úgyhogy én meg fogom szavazni, az biztos. Megadnám a szót Várszegésben képviselőnek. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Akkor egy pár dolog, tehát ebbe igaza van képviselőtársamnak egyébként, tudja, ugyanúgy, hogy polgármester úrnak nekem is van családi kötődésem, nem is egy nem kettő a kastélyhoz, ez tény és való. Tehát ezt én is egyébként a kastélyról annyit, hogy gyakorlatilag bármelyik polgármesterről volt szó, és most vissza ide legrég,
Tudják nagyon jól, hogy úgy kellett a kastélyt visszaszerezni, a kastélyba annó nem kevés pénz lett belenyomva, hogy fel legyen újítva, mert már salétromosodott meg, emlékeznek, akik akkor voltak. Tehát ez, úgy gondolom, hogy ez a kastély, ez mindig is a városba egy ilyen sarkalatos pont volt. Tehát, hogy ez mindenkinek valahogy egy ilyen, az egyik legfontosabb dolog volt. Egyébként visszatérve a másikra, nagyon sok mindent elismerek. Igen, valaki hibázott, viszont a körfűtőházat azt ne verjék ránk, mert az nem. A körfűtőház az a MÁV-nak a tulajdona volt, és amikor már az önkormányzat mindenbe lépett volna, nem tudta megállítani ezt a dolgot. Ezt azt tudom mondani, hogy akkor ott benne voltam, tudom, egy napon múlt, és azért állt nekik, én úgy tudom, a MÁV, hogy szétszedje, mert egy napon múlott, hogy műemlékként nyilvánítsák. Tehát valami volt valami, ugye emlékszem erre a történetre. Ezt nagyon sok mindent elismerek, de ezt ne, ezt mi is, én is szerettem volna egyébként, ha az megmarad. Ugyanúgy, hogy akár mikor megyek arra, mindig a trafóházat is megcsodálom egyébként, mert Magyarországon az egyik első ilyen, és még mai napig is szép, ahogy kinéz az a. Tehát én is ilyen szempontból a kastély mellett is tudok. Nekem az a problémám, értsék meg, hogy benne vagyok egy bizottságban, igen, és a prioritások szerint úgy értékelem, hogy a mi városunkban egyébként abban egybe vitatkoznék, nem nagyon szoktunk, de képviselőtársam, hogy én most is találok nagyon sok szép dolgot a városban egyébként. A kastélyon kívül is. Tehát a mi városunkban egyébként nagyon sok olyan dolog van, amit érdemes megnézni, és a dolognak az a lényege, hogy amit képviselőasszony mondott most itt, hogy én prioritások szerint értékelem, és egyébként meg már nem itt tartanánk, most megkérdezem, mert akkor arról volt szó, hogy be fogjuk perelni azt a két társaságot, aki egyébként a kocsiszínt már felújította volna. Tehát már egy lépéssel előrébb lennénk, polgármester úr, hogyha az is megtörténik. Tehát, hogy kíváncsi leszek, hogy abban egyébként nekem ezzel nem lenne bajom akkor, hogyha azokat az intézményeket, amik hozzánk tartoznak, tehát most azok már kész lennének. És itt most gondolok, hát most tudom, most oda fogom megmondom, azt fogja mondani, hogy már folyamatban van, de még nincs. Például a gyerekorvosi rendelőnek a teljes megújítása, a dr. Rákos Mártonnak a rendelőjébe, a váróteremnek, hogy a betegek egymástól ne jönjenek. Tehát ezek a dolgok, hogyha mennek végig sorba és elértünk oda, akkor azt mondom, hogy kerüljön sor erre is, mert vannak prioritások. Köszönöm, képviselő úr. Egy kérdésem van csak. Ön irányába. Tudja azt, hogy miért nem lehetett orvosi rendelő felújítására pályázni Bátonytelenyén? Igen vagy nem, semmit nem kell, csak igen vagy nem. Azért nem, mert a város pályázott az egészségház pályázatban, azért ki volt zárva minden egyes más orvosrendelő felújításból. Tehát a nagybátonyi egészségház felépítésének, létrehozásának a következménye, hátraköve az volt, hogy az összes többi rendelőre fillért nem tudunk költeni. Csak önerőből, illetve a belügyminisztériumi forrás engedélyezi még. Tehát egyéb forrásra nem tudunk költeni. A belügyminisztériumi forrás ez 20 millió forint plusz önerő. Tehát nagybátonyi orvosi rendelőjért Kisterenye rendelőjét nem lehetett felújítani. Ön benne volt a testületben, akkor megszavazták a pályázatot, és most számon kér rajtam azt, hogy miért nem újítottuk föl, mert ez prioritást élvez. Pont ezért nem. Miközben költünk rá, az ablakokat rendbe tettük, fűtést igyekszünk rendbe rakni, volt, amit feljutottunk teljesen, hogy ez Isten nyugosztja Jecsegi Erikának a rendelőjét, igyekszünk mindegyikre még költeni, most még hátra a falusi rendelő, bármilyen furcsa, azt még rendbe kell tenni a tető részét, ahol szárszíván van, és mi sorodnál még tovább. Ráadásul kapkodtak a pályázattal, mert itt volt egy somó pénz, el kell költeni, aztán olyan dugaljak vannak bent, amelyek nem jók az orvosi műszerekhez. Olyan lyukak vannak, ahol nem lehet betenni a műszereket, hiába a radiológiai műszerünk nem tudjuk elhelyezni, mert nem úgy volt megtervezve, és még sorhatnám még tovább. Ráadásul két kivitelező volt, két projektre, abból volt összerakva, a művődési ház, ez a szociális központ része, három művődési ház része, szociális központ része, illetve az egészségház része. Egy helyre az itt számra három kivitelező. És ezt kellett egyeztetnünk folyamatosan már kivitelezés szakaszában. Egyik volt a Stabag, másik a Baumgarten, a harmadik pedig a pesti építők. Csak hogy biztosra menjünk. Tehát én megértem, rendezni fogok az orvosi rendelőket is,
meg fogjuk oldani, az folyamatosan évenként belügyminisztéri forrásból meg. Egyébként az a 20 millió forint semmire nem elég, azokhoz is mellé kell pakolni az önkormányzati önerőt, hogy fel tudjuk újítani. Ami ugyancsak vagy adóbevételből, vagy egyéb bevételből, vagy pedig hitelből történhet. De egy kérdésem van. Tudja, hogy milyen állapotban vannak a hidaink, városnak egyes részein, amelyeket fel kéne újítani. Tudja, hogy milyen állapotban vannak az útjaink, és hány évig tartana, hogyha a pályázat alapján csak 30 millió forintot költenénk, amit meg tudunk pályázni útfelújításra évenként, és a maximumot kapnánk meg. Tudja, hogy hány évig tartana a teljes útháza felújítása? 966 évig. Tehát a 30 millió forint, amit költhetnénk útra, 906, ha szegéllyel és minden rendesen cserélek meg, 966 év. Jelen forrás szerint. Tehát 900, 1000 év kéne ahhoz, hogy a teljes útházat bátorítani felújítsuk. Jól látja a képviselő, 30 millió újítanánk föl. Tehát ilyeneken kell gondolkodni a képviselő, és nincs belterületi útra a pályázat. Csak a 30 millió forintos belügyminisztériumi pályázat. És még ebben is kell prioritásokat találnunk, ugye, hogy most akkor az ipart támogassuk, és az orgonokat csináljuk meg, vagy a Bessehez csináljuk meg, vagy a köztársaság út környékét csináljuk meg, vagy a lakosságjavító és a város közepén lévő, például a Bajza utat, vagy az Ózdót csináljuk meg. És már most második eset volt, hogy az helyi ipar miatt újítunk fel olyan utat, ami egyébként kieső út a városból, és nem látványos, de a helyi cégeknek fontos. Ilyen volt az Orgona út, és ilyen a mostani felújítás is. Tehát tudnék még más is mondani, hogy képviselő nyugodtan, tehát higgy, hogy képbe vagyunk a problémákkal kapcsolatban, és azt is, hogy milyen árak mozognak jelen pillanatban. De rajta vagyunk azon, hogy minden megújuljon. Egy pozitív jó hír, úgy néz ki, hogy a 23-as főközlekedési út elkerülő szakaszának a fejlesztésével betették az észak-déli átjárót Kisterenyéig. Tehát nem csak a kelet-nyugati kisbekötő, a 21-es városháza bekötő épül meg, hanem a városháza Kisterenye is meg fog épülni a körforgalomban. Úgyhogy épp a napokban kaptam meg, egy-két napja kaptam meg a levelet ezzel kapcsolatban, hogy rendelkeztek a tervezésről, hogy a teljes szakaszt tervezzék meg. Úgyhogy képviselő úr, önök, amíg 1-2, 20, 30, 100 millió forinton problémáznak, addig mi milliárdos tételt hozunk a városban. És akkor elgondolkodni. Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás, javaslat? Nem látok, nyugodtan masszírozhatnánk tovább ezt a dolgot, de szerintem fölösleges. Megkérném a testület tagjait, szavazzunk. Megállapodom a képviselőt. Tagjai 8 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadták a határozatosabban foglaltakat. Másodnapi rendi pontként a különböző rendezvények és programok szervezése Bátony Terenyi önkormányzat részére a TOP 5-2-1, kötőjel 15, kötőjel NGI, kötőjel 2-16, kötőjel 00003 azonosító számú projekt keretében című közbeszerzési eljárás megindításhoz javaslatot tárgyaljuk meg. Napi rendi ponthoz nem kívánok szubekégészéssel élni, természetesen kérdések irányában nyitottan állok. Javaslatot megtárgyalta a Várszegi István képviselő úr által vezetett pénzügyi ellenőrző bizottság, megkérni a bizottság elnök az ülésen kilakult véleményt ismertesse a testülettel. Mester úr, és ha hiszi, ha nem, három igennel elfogadjuk és támogatjuk. Szépen, nem hiszem már ezt el. Megkérdezném képviselőtársam, van-e kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás, javaslat az előterjesztéshez? Úgy látom, elfáradtunk. Jegyző úr, megkérnélek, hogy a közbeszerzésről szóló név szerinti szavazást vezess le. Köszönöm szépen. Nagy Majda József. Igen. Molnár Ferenc. Igen. Cikora Györgyné. Igen. Gagyi Róbert. Igen. Letovai Zoltán. Igen. Gembicki Ferenc. Igen. Bognár Ferenc. Igen. Király Attila. Igen. Várszegi István. Igen. Cseresznyés István. Igen. 10 igen. Megállapítom, hogy a képviselőt jelenlévő tagjai 10-1-ben hangzó igen szavazattal a javaslatban foglaltakat elfogadták. Harmadik napirendi pontként az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság a felügyelőbizottsági tagjai megbízatásának meghozatásához javaslatot tárgyaljuk meg.
tisztelt képviselőstudat Gubány Zoltán cégvezető úr felhívta a figyelmemet, hogy a megbízatás májussal lejárt a FERP tagoknak. Kérte, hogy ugye 5 évre hosszabbítsuk meg a FERP tagoknak a tagságát, vagy módosítsuk, de felhívta, hogy jogszerűség véget, mindenféle szükséges lépni. Én ezt elfogadtam, és azt teszem a tisztelt testület elé, hogy ne hozzuk lehetetlen helyzetbe a következő testületet, bármilyen összetétel is lesz, ezért évvégéig hosszabbítanám meg a bizottsági tagságot, és a következő testület dönthessen a bizottsági tagságokról. Úgy gondolom, hogy ez korrekt mindenki irányába, majd a következő testület dönteni fog ezzel kapcsolatban, ezért kérném a javaslatom elfogadását. A javaslom megtárgyalta a gazdasági és válságfejlesztési, mint a pénzügyi ellenőrző bizottság, megkérni a bizottságok elnöket, az ülésen kialakult véleményeket ismertessék a testülettel, megadnám a szó Bognár Ferenc képviselő úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. A gazdasági bizottság megtárgyalta, és két igen, két tartózkodás mellett nem fogadta el. Köszönöm. Hát igen. A két tartózkodás. Pénzügyi ellenőrző bizottság. Köszönöm szépen a szót, polgármester. Hasonló dolog történt, kettő igen és egy tartózkodás ellenében nem támogatja a bizottság, de hagyd mondjam el, hogy én nekem mindenféleképp, én módosító javaslatom is lesz. Én azt kérem, én ezt korrektnek tartom öntől, ezt el kell ismernem, korrektnek tartom, hogy csak addig hosszabbítjuk meg a felügyelő bizottságokat, viszont én nagyon kérem és sokadszor, hogy legalább mindegyik felügyelőbizottságban egy ellenzéki tag legyen, hogyha lehetséges. Én azt gondolom, hogy ez egy szép gesztus lenne. Én köszönöm szépen, de én mindenféleképp azt javaslom, hogy legalább egy legyen. Köszönöm. Ebben már nem akartam dönteni. 5 éves ciklusra dönthető a következő testület erről, képviselő úr. Én hosszabbítást kértem, de köszönöm a véleményt. Megkérdezném képviselőtársaimat, van-e kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólási javaslat az előterjesztéshez? Nem érkezett. Az előterjesztéshez Várszeg István képviselő parancsoljon. Elmester úr, én ezt módosító javaslatnak szeretném feltenni, hogy szeretném, hogyha úgy változtatnánk meg, hogy ellenzéki tag is legyen benne. Decemberig. Tessék? Decemberig? Igen, decemberig is. Jó. Elvileg névsor van, akkor meg kell nevezni, melyik bizottságban kit kíván, gondolom én, de szavazzunk róla. Jó, akkor volt egy módosító javaslat, indítvány Várszeg István képviselő úr részéről, aki egyetért azzal, hogy a bizottság tagjait... Bocsánat, itt konkrét nevekről lehet. Tehát utána tudunk arról tárgyalni, ha testre dönt ebben. Még egyszer. Tehát aki egyetért azzal kapcsolatban, hogy a bizottságok, FEB-tagságok jelenlévő tagjait módosítsa a testület, kérem nyomjuk az igen gombot, én nem támogatom. Tisztelt képviselő úr, indítványát 3-an elfogadták, 7-en nem fogadták el, így elutasította a testület, így marad a jelenlegi előterjesztés ezzel kapcsolatban. Véleményét elfogadtuk, következő testület dönt az ügyben. Szerintem az a 3-4 hónap már nem most nem szól ezzel kapcsolatban. Az előterjesztés 3 határozatjavaslatot tartalmaz. Elsőként szavazást teszem fel az 1-es számú határozatjavaslatban foglaltakat, a vagyonkező non-profit Kft. FEB tagjait, megkérem testület tagjait szavazzunk. Megállapodott képviselőtestület 8 igen, 2 tartózkodás mellett elfogadta. Másodikként szavazást teszem fel a 2-es számú határozatjavaslatban foglaltakat, közművelési non-profit Kft. FEB tagjait, megkérem a testület tagjait szavazzunk. Megállapodott képviselőtestület 8 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta. Harmadikként szavazást teszem fel a 3-os számú határozatjavaslatban foglaltakat, Bátony Rehab non-profit Kft. FEB tagjait, megkérem a testület tagjait szavazzunk. Megállapodott a képviselőtestület 8 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta. Negyed napi rendi pontként az 1600/21/A helyrezi számú ingatlan pavilon 4/8 arányú, azaz 1/2 arányú tulajdonrészek felajánlásának elfogadásához javaslatot tárgyaljuk meg. Napi rendi ponthoz nem kívánok szubekiegészítéssel élni. Javaslom megtárgyalni a gazdasági és városfejlesztési, valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság, megkérni a bizottságok elnökét, az üléseken kialakult véleményeket ismertessék a testülettel. Bognár Ferenc képviselője a szó, Sőt Tibor képviselő hiányában. Köszönöm a szót, polgármester. A bizottság megtárgyalt és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm. Szépen megadnám a szó Pánszeg István képviselőnek. Köszönöm a szót. Polgármester úr, 3 igennel elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megkérdezném képviselőt, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólási javaslat az előterjesztéshez. Nem érkezett szavazást teszem fel a határozatjavaslatban foglaltakat, megkérném a testület tagjait szavazzunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület
9 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta. Időközben Gagyi Róbert képviselő kiment, úgyhogy azért volt 9 igen szavazat. 5-5 napirendi pontként játszóték alakítása céljából ingatlan és eszközhasználat felajánlás elfogadásról szavasról tárgyaljuk meg. Köszönöm szépen a felajánlást. A polgármester úr szót hozzá van? Igen. A polgármester úr parancsolja. Köszönöm, polgármester úr. Szeretném, hogy tisztállásanak a képviselők ebben a történetben. Maconkán évek óta igény játszótér létrehozása, már az előző ciklusban is, de mikor engem megválasztottak, én akkor ígéretet is tettem erre, hogy ezt teljesíteni is fogom. Első nekirugaszkodásomra itt a képviselőtestület már egyszer szavazott egy játszótér és játszóház kialakításáról, ami az Ózdi út 189-es számú ingatlanon volt, ahol megegyeztem az ottani tulajdonossal, azt hiszem 3 millió forintért cserélt volna a gazdát, a Bátonytelenyi Város önkormányzat annyit vette volna meg ezt a telket. Határozat született róla, költségvetésbe betettük, tulajdonképpen kezet is fogtunk rá, de sajnos ennek az embernek a készfogása az ennyit jelentett, hogy ez akkor meghiúsult. Azóta se tettem le erről a tervemről, és Maconkán már volt korábban egy játszótér, ami most nem funkcionál. Azt a területet is néztük ott az ottani gyermekek részére, illetve ahol élrakok azon a részen is továbbra is kerestük a lehetőséget, hogy hol tudunk játszóteret kialakítani. A Gerendás kocsmánál lévő, a Fenyves úton lévő, inkább így mondom, hogy szebben hangzik játszótér vonatkozásában, mint hogy kocsma melletti játszótérről beszélek. Tehát a Fenyves úti játszótér már betettük a Zöldváros projektbe, tehát ott az a rész egy vadonatúj, modern játszóteret fog kapni. Az egy kicsit csúszik sajnos a közbeszerzés miatt, de ott is meg fog épülni a játszótér, egy nagyon szép modern játszótér tervezése már megtörtént neki, és ott ki fog alakulni. Viszont itt a felső részen, vagy alsó részen, nevezzük így, nem tudtuk megoldani ezt az anomáliát, ami ott történt, és ezért döntöttem úgy, hogy felajánlom az én ingatlanomnak egy bizonyos részét, amit nem használok jelenleg, amúgy sem, hogy szolgálja az ottani gyermekek, illetve mivel hogy oda kerülne, így nem csak az ottani gyerekek, hanem a tó felé sétáló fiataloknak a lehetőséget és a kikapcsolódásra. És tulajdonképpen még majd tovább is lehet gondolni ezt az egész történetet, hogy ott lehet több mindent is csinálni, de egyelőre egy játszótérről van szó. Személyes kapcsolatom révén felajánlást kaptam egy játszótéri eszközökhöz, és tulajdonképpen ott jött meg ez a gondolat, hogy hozzuk össze ezt a kettőt, és én ezt a két részt, mármint az ingatlan felajánlását, valamint a játszótéri eszközöknek a felajánlását én ezt megteszem. Annyit kérnék az önkormányzattól, a képviselőtestülettől, hogy ennek a kivitelezését, engedélyezését és az utána történő fenntartását vállalja be, tehát ezzel a feltétellel volna tulajdonképpen. Az 5 éves időtartam az tulajdonképpen arról szól, hogy szeretnénk majd végleges megoldást találni erre, nem tettünk még le erről, de addig is legyen lehetőség az ottani gyerekeknek a játékra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a polgármester úrnak a felajánlását, mind a telek ingyenes használata, mind pedig a játszótéri játékoknak a elintézése és annak felajánlása tekintetében úgy gondolom, hogy Maconkán ez nagy hiánypótló lesz, és többi képviselőtársam előtt is jó példa ez a képviselői munka, de tudnék több képviselő is mondani, aki a füvet nyírja le például saját fűkaszával, templom környéken és egyéb helyeken, de tudnék még másokat is mondani, akik intézkednek. Én úgy gondolom, hogy ezzel jelentősen tudjuk javítani a lakosságnak belénk vetett bizalmát az ilyen és ehhez hasonló tevékenységgel. Ki mivel tudja segíteni egyébként, van, aki felhívja mindig a különböző problémákra figyelmet, az is nagyon-nagyon fontos, úgyhogy tényleg az egy jó érzés, amikor ilyen felajánlás vagy ilyen lehetőségekkel találkozik az ember. Köszönjük még egyszer.
A javaslat megtárgyalta a gazdasági és városfejlesztési, valamint a pénzügyi ellenőrző bizottság, megkérni a bizottságok elnöket az ülésen kialakult véleményt ismertessék a testülettel. Bognár Ferenc képviselője szól. A gazdasági bizottság megtárgyalt és egyhangulag támogatta ezt az előterjesztést. Köszönöm. Megadnám a szót Válaszág István képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, bizottságú megtárgyalta és egyhangulag támogatja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megadnám a szót Bognár Ferenc képviselő úrnak. Én csak annyit akarok mondani, hogy köszönjük minden gyerek nevébe. Egyébként nagy hiánypótló lesz a Maconkai tó tövében, hiszen Maconkai tónál nincs, és a Maconkai tó tövében nagy hiánypótló lesz egy ilyen játszófér, úgyhogy jó helyen is varázás van. Képviselőtársaim, egyéb kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás, javaslat esetlegesen a előterjesztéshez nem érkezett. Szavazásra teszem fel a határozásokban foglaltakat, megkérném a testület tagjait, szavazzunk. Én támogatom. Megállapodtunk a képviselőek 10 igen szavazattal a határozásokban foglaltakat elfogadta. Tisztelt képviselőek, ülésen napirendi pontja végére értünk. Köszönöm képviselőség megjelenését. A jövő heti testület üléssel kapcsolatban mindenkit keresni fogunk. Nincs egyedek napirendi pontatuson. De azért mondd el nyugodtan azon kívül. Parancsolj! Ezzel akartam kezdeni, hogy tudom, hogy nincs egyedek. Tudom, hogy más nem tudunk behozni. De miután a felújítás, a Liget és a Kossuth út környékén a csapadékelvezető csatorna, engem kérdezgetnek, hogy adus, a június az jövő évre vonatkozott? Mert hogy ugye júniusba kezdődik majd ott a munka, és nagyon szeretném kérni itt az igazgató úr, itt a polgármester úr, mondjátok meg, legyetek kedvesek, hogy mi várható, mikor várható, tehát nem más téma. Ezt a munkátok elkezdődtek, a... nem pont bent a Liget út környékén, hanem a Szabadságúton, mert ott meg is történt a csatornahálózat kiváltása. Úgyhogy az még a útfelületekkel van rendbe hozni, de a közmű rész már megtörtént. Most már a Bányavárosban vannak bent, úgyhogy viszik tovább a dolgokat. Még egy-két problémát kell, például most kerestek meg, hogy a felújított bölcsöde udvarán akarják átvinni a Bartókhoz menő csőrendszert, úgyhogy ott ki kell találnunk egy olyan dolgot, hogy a működési engedélyt megkapjuk és ne sérüljön, tehát na, ilyenek vannak, képviselőasszony, de menni fog. Egyébként egy dolgot felvetnék. Meghirdettük a lakossági fórumot, mi is a honlapunkon föltettem, máshol is volt, ott voltam én személyesen, hát szinte a műszaki osztályon a hivatal dolgozóért, meg a gubánulékon kívül senki nem volt. Tehát hiába rákészültek, hogy válaszol a kérdéseket, senki nem volt. Lakossági fórum, Bányavárosban, Bartókban, senki nem öltek. Tehát szörnyű volt megélni, máshol tömkelegével elmennek, senki nem jött el, de állunk a kérdések elé, nagyon korrektek a kivitelező, tehát bármilyen kérdés van, fogalmazzák meg irányunkban és állunk elébe. Most, mikor elindultam kocsival, tettem észre, hogy ilyen zöld csíkok az út közelénké, tehát már a most délben, délután a kijelölés elkezdődött. Jelölik ki képviselőt. Könnyen. Könnyen. Köszönöm szépen. Én köszönöm. A polgármester szeretném bejelenteni valamit. A képviselőtársunknak is mondom, hogy a jövő heti szerdai a többi dátum közé. Nem tudok jönni. Ja, önnek szólt akkor a dátum. Nem leszek, nem fogok kitartózkodni, nyaralni leszünk, és nem is leszek az országon. Jó időt. Úgyhogy előre szólok, úgyhogy képviselőtársunknak is, hogy nyugodtan írja fel. Kicsit jó pihenés van szépen. Köszönöm szépen. Adok, kapok. Legközelebb ígéret. Ez megmutatja képviselőtársát. Ez már rágyomás.